Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai estén. Lesz egy tudatosságfejlesztő bemutató képzés. Ilyen furcsa címmel, hogy teremtői üzenetek. És ezen kívül lesz egy coach képzés, méghozzá egy új témában. Kezdjünk is hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Nem vagyunk elégedett? És mi baj van a világgal? Jó, de hát azon kívül, hogy rossz irányba, az mit jelent? Szeretetlenség, etikátlanság, manipuláció, elnyomás, süket fülek, irítség. Szóval sok gond van. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba alatt tovább a világ? Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nem tudom, függetlenül. Jelenlét itt elindítottátok? Igen. Oké, rendben, köszönöm. Tehát mi várható, ha ebbe a irányba halad a világ? Nihil. Sok jó, nem? Erősödik az elhívás. Aha. Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Vajon az emberek tudják, hogy hogyan működik az ember? Nem. Nem? És az, hogy hogyan működik az élet? Azt még inkább nem. Tehát mit tudom én mondjuk, fontos lenne az, hogy hogyan bánjunk önmagunkkal. Igen. Tehát, hogy képesek legyünk helyesen bánni önmagunkkal. Mondjuk, hogy képesek legyünk helyesen bánni a párunkkal. Mondjuk a szüleinkkel, ha van még, gyerekeinkkel, másokkal. Tehát ez fontos lenne? Igen. És az emberek ezzel kapcsolatban kellő tudással rendelkeznek? Tehát ugye ma abban az értelemben, hogy sikeresség, ugye úgy gondolják az emberek, hogy siker egyenlő pénz, nem? Tehát annál sikeresebb valaki, minél több pénze van. De ha megnézed, akinek sok pénze van, azoknak a nagyon nagy része az lopcsal hazudik, nem? Ha nem is törvénytelenül lop, meg törvénytelenül csal, mert hát úgy alakítják ki a törvényeket, hogy lehessen törvényesen csalni, törvényesen lopni, sőt, törvényesen hazudni is, nem? Igen. Tehát ha ma megnézzük a világban, akkor azt látjuk, hogy a gazdagabbak, ugye az ilyen gazdagnak mondott személyek, hát azoknak a nagyon nagy része az, szó szerint törvényesen lopcsal hazudik, nem? Tehát azért gondold végig, mit tudom én mondjuk, most ugye látszatról beszélek, tehát mit tudom én, valaki mondjuk úgy lesz gazdag Magyarországon, hogy 8-10 év alatt a semmiből mondjuk Magyarország leggazdagabb embere lesz. Aha, persze, ügyes, aha, igen. Aha, igen. Igen. Na most, ha valaki a mai világban úgy látszólag az önerejéből nagyon nagy sikereket ér el, és ez nem feltétlenül csak pénzügyi sikerekre gondoljatok, hanem mondjuk ilyen nagy ismerettségre tesz szert,
és ezáltal mondjuk hatalomra is tesz szert, és nyilván pénzese lesz kevés, akkor azt jó, ha tudjátok, hogy hátulról valakik támogatják. Ami azt jelenti, hogy úgy, hogy valaki nem támogatnak hátulról, úgy végig kell járni a szamárlétrát. Tehát ami azt jelenti, hogy lépésről lépésre tud eredményeket elérni. Tehát, hogyha valaki úgy hirtelen semmiből előtűnik, és mit tudom, pár év alatt ismert lesz, vagy vagyonos lesz, vagy mind a kettő, az tuti, hogy hátulról támogatja valami pénzügyi lobby. Tuti. Tehát valami lobby támogatja, amelyik valószínűleg tele van lóvéval. Máskülönben saját erőből senki nem tudja megcsinálni. Tehát ezt honnan tudom? Ugye én saját erőmben értem el mindent, engem soha nem támogatott senki. És ugye a saját olyan utamat, hogy ilyen üzleti tevékenységben való részvétel, saját üzlet, stb. Stb. Ezt nem most kezdtem, hanem 87-ben. És azóta ugye én építem azt a lehetőséget, ami számomra megadatott háttértámogatás nélkül. Sőt, mondhatnám azt, hogy amikor a pénzügyi területen tevékenykedtem, akkor igen nagy ellenszélben kellett tevékenykednem, főleg akkor, mikor piacvezetői pozícióba kerültünk a vezetésemmel a nulláról, a semmiből leelőzve a híres, neves pénzügyi cégeket. Például ilyet, hogy OTP, meg NN akkor, meg ABEGON akkor, azt még úgy hívták, és rögtön ugye hát minden megtettek az ellen, hogy ez ne így legyen. Így van. Tehát lényeg az, hogy soha nem volt hátszelem, szembeszelem az volt. És hát, hogyha valakinek túl nagy hátszele van, akkor szó szerint értsük azt a túl nagy hátszelet, hogy hátulról támogatják az ő tevékenységét. Na most onnantól kezdve, ha valaki hátulról támogatja valakinek a tevékenységét, gondoljátok végig, akkor az a személy, aki hátulról támogatott, az már független nem lehet. És hát azáltal, hogy nem független, hát azáltal, hát igen, csak azt kell tenni, amit a támogató, vagy a támogatók mondanak neki. Na most, ezt most miért mondom, mert ugye az élet működéséhez az is hozzátartozik, hogy egy illető mit, miért csinál. Hoppá. Szóljatok a leverem, jó? Ezt meg kéne oldani, hogy ezt. Addig nem volt gond, még zakó volt rajtam, addig nem vettem le sosem. Hát ugye az imént arról beszéltem, hogy akik ma a világban gazdagok, azok már szokták azt mondani, hogy ne kérdezd, hogy honnan szereztem a vagyonom első részét. Ugye? És hát ugye ez mit jelent? Itt, ami, mondok egy példát, a Rothschild család az ugye nagyon régen, nagyon régóta gazdagnak számít, és ugye nagyon régóta pénzügyi dolgokkal foglalkozik, és hát ugye ilyen banki tevékenységet végzett már a Napóleoni időkben is.
és úgy lett ilyen szupergazdag, hogy átvágta a befektetőket, mert ugye fogadtak arra, hogy kik fognak győzni, a porosz-orosz szövetség vagy a Napóleon. És ugye ő elhíreztelte, mikor már tudta a végeredményt, hogy Napóleon győzött, ezért ugye gyorsan mindenki meg akart szabadulni a befektetésétől, igen, és ő bankból megvásárolta a befektetéseket gyorsan, mire kiderült az, hogy ugye nem Napóleon győzött, hanem a porosz-orosz szövetség, és így óriási vagyonra tetszett, tehát gyakorlatilag átvágta az embereket. Na most ugye ezt csak azért mondom, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek, akik ma a világban gazdagok, azok azért gazdagok, a nagy része, mert átvágtak embereket. Tehát van, aki kisebb mértékben, van, aki nagyobb mértékben. Ugye az emberek azt hiszik, hogy tehát a siker azt jelenti, vagy az eredményesség azt jelenti, hogy mennyi pénze van az embernek. Közben nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy milyen az emberi kapcsolatai. Tehát milyenek az emberi kapcsolatai. Nem? Na most például azok az emberi kapcsolatok, azok érdekkapcsolatok, és amikor olyan érdek van, akkor ugye már nincs is meg az a kapcsolat, vagy tényleg olyan kapcsolatok, ami valaminek a javát szolgálja. Tehát hogyha egy ember nem tud jól bánni az emberekkel, akkor hogy akar jó emberi kapcsolatokat? Nem? Tehát persze lehet úgy valaki gazdag, hogy abszolút nem tud az emberekkel jól bánni, hanem ugye abból lett a vagyona, hogy átvágta az embereket. Csak az nem tisztességes. És ha jobban megnézi az ember, például, hogyha tisztességtelenül csinál dolgokat, mondjuk átvágja az embereket, akkor legfőbb alapelveket rúg föl az életben. Most az egyik legfőbb, sőt, hanem a legfőbb alapelv, az etikusság. Tehát, hogy az ember erkölcsös, tisztességes, becsületes életet éljen. Tehát, hogy rendben legyenek az energiái. Ha egy ember nem tisztességes, nem becsületes, nem erkölcsös életet él, akkor nem lesznek rendben az energiái, és negatív energiákkal lesz tele, ami megjelenik majd az életében, lehet, hogy éppen nem a pénzügyi területen, csak lehet, hogy pont a pénznek köszönhetően lesz bajban, mert megnézed azokat az embereket, akiknek nagyon sok pénzük van, azok testőrökkel járnak általában. Tehát, ha egy ember testőrrel jár, akkor fél, nem? Tehát ha egy embernek félelemmel teli az élete, akkor már nehogy már azt mondja valaki, hogy az boldog. Na most, ha az embernek mondjuk úgy legyen pénze, sok pénze, hogy közben testőrrel kell járnia, akkor inkább ne legyen, nem? Akkor legyen csak annyi, amennyi elég, nem? Na most van egy félreértés a pénzzel kapcsolatban, főleg azoknál a személyeknél, akik szellemileg előrébb haladottabbak, mint az átlag. Ugyanis ugye van egy régi, nagyon régi elv, amit még a vallásos időszakokban
vezettek be a papok, ugye a keresztény papok elsősorban, de ez más vallásban is igaz. És ugye azt tanították régebben, hogy aki gazdag lesz, vagy gazdaggá válik, vagy mit tudom én, sok pénze lesz, ugye az nem jut be Isten országába. Tehát, hogy csak a szegény jut be Isten országába, szó szerint ugye ezt tanították. Most képzeld el, tehát azt tanították több száz éven keresztül, hogy csak a szegény jut be az Isten országába. És ugye kiknek tudták ezt tanítani? Hát azoknak, akik vallásosak voltak. Na most kik voltak vallásosak? Hát akik hittek Istenbe, és követtek valamilyen vallási elvet. Tehát lényeg az, hogy azok, akik hittek Istenben, azok már eleve szellemileg egy kicsit előrébb jártak azokhoz az emberekhez képest mindig a történelem során, akik nem hittek Istenben. És ha az valakinek nem tetszik, és majd hallgatja a videómat, akkor így járt. Jó, tehát lényeg az, hogy mert ha valakinek az nem tetszik, hogy egy Istenbe hívő ember a szellemileg magasabb szinten van, mint egy Istenben nem hívő ember, ha ebben ő nem hisz, akkor ő nagyon-nagyon tudatlan szegény. Na most, tehát lényeg az, hogy nyilván nem mindegy, hogy az embernek milyen hite van, és nem mindegy, hogy azon kívül, hogy Istenbe hisz, még milyen egyéb hite van. Tehát ez egyáltalán nem mindegy. Tehát az ember, hogyha mondjuk úgy működik, hogy nem hisz semmiben, csak a pénzben, akkor kénytelen, hogy legyen pénze, most ez egy új dolog, amit fogok mondani, kénytelen, hogy legyen pénze átvágni az embereket. Ugyanis tisztességes úton nem tudja elérni azt, hogy legyen elég pénze, vagy sok pénze legyen. Tehát azt nem tudja elérni. Miért? Hát nagyon egyszerű, mert ha az életben jó irányba akarunk haladni, akkor először is meg kell találni azt az utat, ami a jó irány. Akkor így kérdezhetnék emberek, hogy mi a jó irány. Hát nagyon egyszerű, a többség java. Tehát mindig a jó irány az, ami a többségnek jó. Na most vajon mi jó a többségnek? Nagyon egyszerű, a többségnek az a jó, ha szeretetbe, békébe és boldogságba élhetnek. Nem is kell másról beszélni, csak erről. Tehát, ami azt jelenti, hogy ez nyilvánvaló, hogy a többségnek jó, de egy kisebbségnek soha nem. Mivel a többségnek ez jó, ezért ezt az utat kell követni, erre az útra kell lelépni, és ezt kell támogatni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Na most, nem így születtünk, hogy ezt meg tudnánk csinálni. Bár feltétel nélkül szeretetre voltunk képesek, mikor megszülettünk, de tudás nélkül. Tehát az, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban tudjon élni saját maga, ahhoz olyan tudásra kell szert tenni, hogy például képes legyen az ember másokkal helyesen bánni. Például úgy, hogy lehetőleg ne idézzen elő az ember konfliktusokat, nem? Sőt, képes legyen elsimítani konfliktusokat. Hát hogy lehet úgy szeretetben, békében élni, hogyha az emberek konfliktusban vannak?
akár például a saját hozzátartozóikkal. Hát vagy magukkal, persze. Tehát ugye eleve ott kezdődik a dolog, hogy úgy kell tudni bánni önmagunkkal és másokkal, beleértve gyerekeinket, szüleinket és a párunkat, hogy lehetőleg, ha mondjuk valamilyen nézeteltérésből létrejön egy konfliktus, akkor is azt gyorsan el lehessen simítani. Na most persze ez nem érdeke egy kisebbségnek a világban, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek, de azért jutott oda a világ, ahol most tart, mert egy kisebbségnek az az érdeke, hogy az emberek ne szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Mert ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor jó állapotban lennének. És ha az emberek jó állapotban lennének, akkor mással foglalkoznának, mint rossz állapotban. Mert egy rossz állapotú ember mivel foglalkozik? A problémáival. Egy jó állapotú ember mivel foglalkozik? A céljaival. Óriási különbség, hogy problémával foglalkozik egy ember, vagy a céljaival. De ma elérték az embereknél, hogy még a célok is, hát ilyen fals célok legyenek. Tehát nem igazi célok, hanem elsősorban anyagi természetű célok. De ez miért van így? Mert az emberek egyszer nem tudják azt, hogyha ők jól tudnának bánni az emberekkel és az élettel, meg természetesen az embernél beleértve saját magát is, akkor egész más minőségű életet tudnának elérni, és azáltal, hogy egy jobb minőségű életet élnek, úgy értve a jobb minőségűt, hogy most ne anyagi szempontból nézzétek, hanem kapcsolati, emberi kapcsolati szempontból, akkor onnantól kezdve az emberek nek nagyobb együttműködése lenne, gondoljátok végig, ha utálják az emberek egymást, hogy működnek együtt? Ha az emberek szeretik egymást, akkor hogy működnek együtt? Hát nyilván a kettőt nem lehet összehasonlítani, és nyilván, hogy szeretet alapon az emberek sokkal jobban együttműködnek, mint utálat alapon. Na most akkor onnantól kezdve, hogyha képesek az együttműködésre, akkor arra is képesek, hogy egymásnak olyat tegyenek, amire a másiknak szüksége van, és vice versa, oda-vissza. És ha ez működik, akkor az ember képes arra, hogy olyat nyújtson egy másik személynek, ami a másiknak szüksége van, és ezért cserébe olyat kapjon, amire neki szüksége van. És ezáltal megszűnik az, hogy szükség. Tehát magyarul az embereknek nem lesznek szükségeik. Mert mindent megkapnak egymástól. Jó, ha ez a csere addig, ameddig a pénz a csereeszköz, akkor a pénz a csereeszköz. Tehát lényeg az, hogy az ember, ha azt akarja, hogy jól működjön az élete, akkor rá kellene térni egy olyan útra, ami az emberek javát szolgálja. Tehát az emberek javát szolgálja. És mondom, mi szolgálja az emberek javát? Hát a szeretet, a béke és a boldogság. Hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. De ez, mint említettem az imént, tudás kellene. Tehát mindenhez az életben, hogy jól tudjunk csinálni, hát nézd meg bármit az életedben, a kicsit bonyolultabb dolgokat tanulni kell. Sőt, a kicsit bonyolultabb dolgokat nem elég, hogy tanulod, gyakorolni kell. Be kell gyakorolni. Persze a nagyon egyszerű dolgokat lehet, hogy még a hülye is meg tudja csinálni, érted? De az, hogy hogyan működik egy ember, ha valaki azt mondja, hogy egyszerű, akkor az nem tudja, mi az, hogy ember. Ha valaki azt mondja, hogy hogyan működik az élet, és az egyszerű,
akkor nem tudja, mi az élet. Tehát ezek nem egyszerű dolgok, hát gondolj bele, van 7 milliárd ember, 7 milliárd féleképpen működik. Kettő közöttük nincs egyforma. Még az ikrek is másként működnek valamilyen szinten. Na most tehát ezért lehet, hogy valaki azt mondhatná, hogy hát ezt nem lehet megtanulni. De meg lehet tanulni, mert például olyan módszerek vannak, hogy az ember bizonyos dolgokból megállapíthatja azt, hogy ki milyen. Most nem mesélek arról, hogy milyen dolgokból. Tehát vannak arra módszerek, hogy az ember előre ismeretség nélkül meg tudja mondani, hogy hogyan működik az az ember az életben. És ez azt jelenti, hogy majdnem pontosan meg tudja állapítani előre. Vagy például, hogy hogyan tud kijönni, mondjuk két ember egymással előre megállapítható. Sőt, az is, hogy kinek mit kell tennie, hogy jól tudjanak együttműködni. Tehát a két ember közül, hogy mit kell, melyiknek mit kell tennie, hogy együtt tudjanak működni. Ezt előre meg lehet állapítani. De most akkor onnantól kezdve, ha ezt valaki tudja, akkor egy kicsit könnyebb helyzete van, mint ha nem tudja. Na most az emberek nem ismerik például azt se, hogy hogyan működik az élet. Tehát ezért megnézzük, a társadalom nem jó hangulatú. Tehát az emberek nem jó hangulatúak, az átlag az elég lent van, azok közül még akik jobb állapotban vannak, az sem túl jó állapotban vannak. Sőt, ha valaki túl jó állapotban van, kilóg a sorból. Nézd meg! Tehát mit tudom, és gondolj bele, valaki menne az utcán fütyűrészve, mert jókedvű, érted? Azt mondanák, hogy bolond. Hát most azért, mert valaki jókedvű, akkor ezért bolond? Gondold végig. Hát régen természetes dolog volt, hogy az emberek akár dúdolva vagy fütyűrészre jártak, keltek az utcán, és senki nem nézte őket bolondnak. Hát attól, hogy most a társadalom alacsony szinten van, és a társadalmat az emberek határozzák meg, az emberek hangulata, tehát a társadalom hangulatát, az emberek hangulata eredményezi. Hát attól, hogy a társadalomban az emberek rossz hangulatúak, ezért kötelező mindenkinek rossz hangulatúnak lenni? Persze elérték, hogy rossz hangulatú legyél. Tudod mivel? Nagyon jó módszer erre az volt, hogy az embereknek nyomják a rossz híreket. A rosszabbnál rosszabb híreket. És az emberben van egy olyan, hogy empátia. Meg egy olyan is, hogy együttérzés. Hála Istennek, hogy van ilyen. Ez azt jelenti, hogy képes arra, hogy a hírekkel, a rossz hírekkel kapcsolatban valami együttérzést vagy empátiát, nem, a kettő nem ugyanaz, empátiát érezzen. És igen ám, hogyha az ember, tehát ha az ember sokszor hall rossz hírt, és együttérző vagy empatikus avval a hírrel, vagy avval a történéssel, vagy avval a hírben lévő személlyel, akkor hát ő is maga rosszabb hangulatba kerül. Hát gondold végig, ha valaki panaszkodik neked, minél több hosszabb ideig panaszkodik, mondjuk az életéről, utána abba hagyjátok a kommunikációt, és azt veszed észre, hogy rosszabb állapotban vagy, mint előtte. És onnantól kezdve, hogyha te rosszabb állapotban csinálsz valamit, hibázol. Ez egy emberi tulajdonság. És ha hibázol, abból keletkezik neked egy probléma. Utána azon kell dolgoznod, hogy ezt a problémát megold. Mert ha nem hibáztál volna, akkor nem kellene a problémát megoldani. De ha az ember hibázik, akkor problémákat hoz létre. És akkor hibázunk, ha éppen rossz állapotban cselekszünk, vagy hozunk döntést. Jó állapotban az ember szinte képtelen hibázni. Szinte képtelen. Na most képzeld el,
hogyha az emberek jó állapotban lennének, akkor szinte képtelenek lennének hibázni. És nem lennének problémák. Nem hoznák létre a problémákat. Azok az emberek hoznák csak létre a problémákat, akik rossz állapotúak. Tehát ha az ember nem elég jó állapotú, akkor képes a hibázásra. Na most miért működünk úgy, hogyha jó állapotúak vagyunk, akkor gyakorlatilag hibamentesen tudunk működni, rossz állapotban meg hibát hibára halmozunk. Pedig ugyanarról az emberről van szó. Tehát ugyanaz az ember rossz állapotba kerül, és hibát hibára halmoz. Ugyanaz az ember jó állapotba kerül, és nem hibázik. Ugyanazról az emberről van szó. Vajon miért van ez? Hát ugye ez megint az ember működése. Az emberek nem tanulják, hogy az ember az egy ilyen működésű lény. Miért? Mert van egy részünk, ami miatt ilyenek vagyunk. De ezt most nem fogom elmagyarázni, hogy mi miatt. Tehát van egy részünk, ami miatt ilyenek vagyunk. És ráadásul az ember képes arra, hogyha jó állapotú van, tehát jó állapotban van, és mondjuk cselekednie kell, vagy döntést hozzon, akkor előre idézőjelbe megérezze, ezt nagyon idézőjelbe mondom, megérezze, hogy mi a helyes a cselekvésbe, vagy a döntésbe. És utána meghozza azt a helyes döntést, vagy a helyes cselekvést, és az fog megtörténni, amire számít. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy az létrejön, amire ő számít. Az jön létre. Na most, miért van ez így? Na, nagyon egyszerű egyébként. Ez megint sok ember számára biztos hihetetlen lesz. Ugye? Mert az ember képes az alacsony rezgésre és a magas rezgésre. Rossz állapotban alacsony rezgésűek vagyunk. Jó állapotban magas rezgésűek vagyunk. Tehát a világegyetemben ilyen változó, rezgésű, értelmes lény, mint az ember, még nincs még egy. Tehát ilyen nagy különbségű rezgésre más értelmes lény nem képes. Na most, amikor jó állapotban vagyunk, akkor, na ez lesz egy kicsit fura, nem, ugye főleg az anyagi szempontból működő emberek számára, hogy amikor magas rezgésen vagyunk, akkor gyakorlatilag teljesen úgy működünk, mint azok a személyek, akik a működtetője ennek a bolygónak. Most ne a hatalmi elitre gondolj. Jó? Mert ez nem működtetője ennek a bolygónak. Sőt, akkor kiterjeszteném, működtetője ennek a naprendszernek, mert akkor már nem tudod az elithez kapcsolni. Sőt, működtetője ennek a galaxisnak. Jó? Tehát azt se tudod a hatalmi elithez kapcsolni. Tehát azok a személyek, akik működtetője ennek a galaxisnak, ennek a naprendszernek és ennek a bolygónak, azok magas rezgésűek. És ez olyan, mint mikor te vagy egy bizonyos rezgésben, ha éppen rossz állapotban vagy, akkor a rossz állapotú emberek kell kevesebb a kapcsolatot. Ha jó állapotban vagy, akkor a jó állapotú emberekkel keresed a kapcsolatot. És azzal érzed jól magad. Világos ez? Tehát amilyen a rezgésed, azokkal az emberekkel érzed jól magad. És ez a rezgésnek nagyon közelinek kell lenni. Tehát ez kicsit távolibb
ez a rezgés, akkor már is nem érzed jól magad avval a személlyel. Tehát akkor szokták ezt mondani, hogy azonos hullámhosszon rezgel, vagy rezegtek. Oké? Okay. És ugye akik ezt a galaxist működtetik, ennek a galaxisnak az urai, vagy vezetői, azok mivel magas rezgésűek, ezért ugye azt szeretnék, hogy mi is magas rezgésűek legyünk. És amikor magas rezgésűek vagyunk, na akkor kapunk segítséget tőlük. Mert akkor egy hullámhosszon rezgünk velük, és képesek vagyunk venni az ő segítségüket, mentális segítségüket. És mivel ők nem egy élet alatt, tehát nem mondjuk 10-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 év alatt szerezték a tudásukat, ezért sokkal, de sokkal nagyobb élet és emberismerettel rendelkeznek, mint mi. Ezáltal pontosan tudják, hogy mi lesz annak a cselekvésnek a következménye, vagy annak a döntésnek a következménye. Ezáltal tudnak, mivel egy hullámhosszon rezeg velük az ember, tudnak segíteni abban, hogy azt a döntést hozd meg, vagy azt úgy cselekedj, aminek jó vége lesz. Aminek az lesz a vége, amit szeretnél. Na most, ebben nem kell hinni, ezt én tudom, hogy így van. Hát most csak gondoljátok végig, hogy neked melyik a jobb. Abban hiszel, hogy nem kap segítséget, vagy abban hiszel, hogy kap segítséget, neked melyik a jobb? Hihetsz te abban, hogy nem kap segítséget? Hát ez a te hülyeséged, bocs. Ennyi. Na most, én meggyőződtem erről, nem csak magam részéről, hanem mások részéről is, hogy ez a dolog hogy működik. Régen ezt úgy tanították, hogy ugye, ha hiszel Istenben, és jókat cselekszel, akkor a jó Isten megsegít. Nem volt ez hülyeség igazából, csak féligazság. Jó, tehát igazából ezen a bolygón úgy működnek a dolgok, hogy mindenkinek van egy, vagy lehetne, vagy lenne egy segítője, egy égi segítője. Ha ebből valaki nem hisz, semmi gond nincs. Csak nem tudom te meddig segíteni a valakinek, aki nem hisz benned. Oké, bizonyára nem sokáig. Na hát ők is valahogy így vannak ezzel. Másik az, hogy hiába próbálnak segíteni. Hát úgy se tudja venni mentálisan. Ezért ugye mihez folyamodnak a fentiek? Ahhoz a segítséghez, hogy létrehoznak helyzeteket. Amiből, hát ha kikövetkezteti az egyén, hogy mit kellett volna másként csinálnia. Ilyen helyzetek, a balesetek, a betegségek, a család és anyagi problémák. Lehet, hogy furának tűnik, hogy a betegségek is, mivel a betegség az belőled fakad. Hát igen, de a betegséget is létrehozza valami. Oké, az magától nem jön létre. Nézd meg! Egy olyan embert, aki jó állapotú, állandó jelleggel, soha nem beteg. Oké, és nézd meg egy olyan embert, aki rossz állapotú, az szinte állandóan beteg. Ilyen-olyan betegségei vannak. Tehát az, hogy az ember képes legyen az emberrel, az élettel kapcsolatos tudásra,
ahhoz ugye olyan információkra van szükség, amit ugye tud majd későbbiekben használni, de ez önmagában kevés. Tehát ugye sokan azt gondolják, hogy hát majd tanulok, és akkor fejlődöm. Például úgy tanulok, hogy hát az interneten annyi információ van, és akkor majd ingyen az interneten tanulgatok. Aha. És akkor úgy kérdezném az ilyen embertől, aki így gondolja, hogy honnan tudod, hogy melyik információ helyes vagy helytelen? Honnan tudod, hogy melyik igaz vagy melyik hazugság? Vagy például honnan tudod az oktatók vagy tanítók vagy netán-tán proféták esetében, hogy melyik információ onnan származik, amit ő átad? Tehát mondjuk jó helyről származik, vagy éppen azért onnan származik, amivel az embereket pont rossz irányba, tév hitbe vezetik. Na most ahhoz, hogy valaki ezt tudja, ahhoz magas rezgésűnek kell lenni. Na most ha valaki nem magas rezgésű, akkor ezt nem fogja tudni. És elhisz olyan dolgokat, ami nem is igaz. Hát ugye rengetegen jöttek ide tanulni, és néhányan a hülyeségeket mondtak, hogy a fülem ketté állt tőle, és akkor mondta, hogy itt, meg ott, meg amott ezt tanulta. Hát mondom, ez csak ez a baj azzal, hogy ez nem igaz. Szóval lényeg az, hogy egyik akadály a tanulásnak, hogy honnan tudják az emberek, hogy az az igaz. És nem esetleg olyat tanulnak, aminek nem lesz jó vége. Tehát ami nem igaz. Tehát még több hamis információkhoz jutnak. És akkor ugye van egy másik dolog a tanulással kapcsolatban, egy fontos elv. Tehát ez úgy működik maga az ember, és ez a baj, hogy az emberek ezt nem ismerik. Hogy az ember csak kap, és nem ad cserét, akkor egy idő után attól a valakitől, vagy valamitől, amitől kapott, el fog távolodni. Ugyanis van bennünk egy lélek, és a lélek azt érzékeli, hogy nincs csere. És ezáltal eltávolítja az illetőt attól, aki felé nem ad cserét. Nem tudom, ez elég világos volt-e. Tehát a lélek az tudja, hogy tisztességes cserébe kell lenni valakivel. Tehát ami azt jelenti, hogy az adok-kapok aránynak rendbe kell lenni. És ha az ember csak kapni akar, akkor egy idő után eltávolítja attól a szemétől. Amit megelőz, annak a személynek a támadása. Tehát előtte, mielőtt eltávolnanna tőle, elkezdi támadni ezt a szemét. Na most nézd meg! Mondok példát. Jó? Nyugdíjasok. Erre jó példa. Hogy a nyugdíjas kapja a nyugdíjat, és a nyugdíjasok szidják legjobban a kormányt. Nézd meg! Pont így működik. Azért, mert gyakorlatilag ő úgy kap, hogy nem ad cserébe semmit. Persze, hogy próbálja úgy megmagyarázni, hogy hát én megdolgoztam a nyugdíjamért, én egész életemben fizettem, aha, csak nem a saját nyugdíjadért dolgoztál. Na mindegy, ez most részletkérdés, nem is ez a lényeg. A lelkedet, az egód akkor sem tudja átvágni. Tehát ha egóból az ember azt mondja, hogy én megdolgoztam a nyugdíjért, akkor se adsz az államnak semmilyen cserét.
Tehát ami azt jelenti, hogy a lelked pontosan tudja, hogy te csak kapsz, és ezért megpróbál eltávolítani a jótevőtől idézőjelbe. Mert egy nyugdíjasnak az állam az jótevője, akárhogy van nézzük. Mert gyakorlatilag ingyen ad pénzt. Csak azért, mert a legszélesebb választó réteg. És demokráciában élünk, ahol szavazások meg választások vannak. Oké? Okay. Ilyen egyszerű. Tehát, hogyha nyugdíjasok nem széles választó réteg lenne, akkor ezt kapnának nyugdíjat. Oké? Okay. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan fajta működésünk van nekünk emberek, hogy eltávolodunk attól a szemétől, azon az áron, hogy előtte rosszat becskálunk róla, vagy rosszat mondunk róla, aki jótevő volt. Tehát, hogyha egy ember csak úgy kap tudást, hogy nem ad cserébe semmit, akkor azt tuti, hogy előbb-utóbb elkezd azzal szemben valami ellenségességet létrehozni, majd végül eltávolítja magát. Tehát az, hogyha például mondjuk egy jótevővel szemben mondjuk ellenséges valaki, hát az már eleve nem tisztességes cselekedet, hanem ártó tett. Na most, akkor utána azt mondhatja az ember, hogy hát keresni kell képzéseket. Hát ha tisztességes akarok lenni, akkor fizetek a képzésért. Na most a képzésekkel megint csak ez a baj, honnan tudod, hogy igaz? Tehát eleve ott kezdődik a probléma, hogyha egy olyan, tehát mire van nagy érdeklődés mai világban? Tehát milyen képzésekre? Felnőtt képzésről van szó. Nem. Nem párkapcsolati. Szellemvilági. Szellemvilági képzés. Tehát olyan terület, ami valamilyen szinten a szellemvilággal kapcsolatos. Mert az emberek nyilván szeretnének úgy bármit elérni, hogy munka nélkül a szellemek segítségével. Hát nyilvánvaló. Oké? Okay. Ezáltal, tehát bármit úgy elérni, nem csak pénzt, mit tudom én mondjuk, jó emberi kapcsolatot, vagy éppen az, hogy annak a másik személynek rossz legyen. Vagy bármit. Érted? Ezáltal, ha megnézed a felnőtt képzések, hogy milyen területre járnak a legtöbben, akkor azok nem szakmák. Nem. Nem szakmák. Tehát most felnőttekről van szó. Nem gyerekekről. Most a gyerekeket vonjuk ki. Felnőttekről. Tehát akik ilyen alternatív képzésekre járhatnak, iskolán kívüli képzésekre. Tehát hagyományos iskolán kívüli képzésekre. Tehát beleértve még a szakmákat is, akár az állam által patronált szakmákat is, összességében belevonva nem oda járnak a legtöbben, hanem tudod hova? Olyan képzésekre, amilyen ilyen mágiaszerű, szellemvilággal foglalkozó dolgok. Érted? Mondom, nagyon egyszerű azért, hogy tevékenység vagy munka nélkül kis hókusz-pókusszal azt érjék el, amit szeretnék. Érted? És ez működik, tehát én nem mondom, hogy nem működik. Csak tudod, mi a baj ezzel? Na most szerinted egy magas rezgésű lény az támogat olyat, hogy munka nélkül mágiával te eredményes legyél? Rövid távon sem. Tehát ugye megnézzük, mi az etikus az életben. Helyesen gondolkodva, helyesen cselekszel, nem? Tehát helyesen gondolkodva, helyesen cselekszel.
Tehát nem lehet kivenni a cselekvést, nem? Tehát a cselekvés az a része a dolgoknak. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember mondjuk eltervez valamit, nem, kitűz valami célt, inkább úgy mondanám, utána eltervezi, hogy hogy jusson oda, és akkor végig csinálja azokat a dolgokat, amit végig kell csinálni ahhoz, hogy oda eljusson. Most idézőjelben. Érted? Tehát ha az ember valahova jó irányba akar haladni, hát most mondok egy példát, mit tudom, valaki el akar menni nyaralni, akkor ezt mágiával nem tudja elérni, nem? Tehát fizikailag cselekednie kell, hogy oda jusson az ember, nem? Tehát akkor miért lenne az teljesen normális, hogy mondjuk ilyen szellemi dolgokkal ugye elérni olyan dolgokat, amit, tehát mondhatni ezt, hogy ez a könnyebbik út, nem? Tehát úgy néz ki, hogy egyes emberek számára könnyebbik út. Na most szerintetek az élet maga az könnyebbik út? Aha, nem. Tehát az élet nem könnyebbik út. Akkor nem kéne megnézni, hogy mivel jutunk előrébb tisztességes módon. Tehát ha jobban megnézzük, az soha nem a könnyebbik út, de mégis a jobbik út. Tehát ha megnézed, ma még megint mondom, tehát manapság a legtöbben ilyen szellemvilági dolgokkal foglalkozó képzésekre mennek el felnőttként. Na most például úgy kezdődik a dolog, hogy nálunk egy etika képzés az 2 hónap. Az azt jelenti, hogy 60 óra. Tehát 60 órát csak az etikával foglalkozunk. Na most, ha mondjuk van egy ilyen szellemvilággal foglalkozó képzés, ott 60 órával az etikával foglalkoznak? Mennyi? Na most, vagy semmit. Így van. Tehát lehet, hogy egy pár órát foglalkoznak, ne élj vele vissza, meg stb. Stb. De részletekben nagyon nem tudnak belemenni az alatt az idő alatt. Tehát az emberek nem biztos, hogy megértik, hogy miért nem mehetnek, vagy miért nem csinálhatják az etikátlanságot. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy most gondold végig, vajon mondjuk a szellemvilágba való bepiszkálás, piszkálgatás, belenyúlás, az a magas rezgésű lények kedvére van. Na most akkor onnantól kezdve gondold végig, hogy vajon akkor kik támogatják az ilyeneket? Tehát az ilyen embereket, akik ilyeneket tartanak. Magas rezgésű lények? Hát biztos, hogy nem. Ráadásul még olyan is van, ez pont passzol egyébként a most kezdődő coachképzésünkhöz, ami most fog kezdődni pár, mit tudom én, egy órán belül, hogy vannak olyanok, hogy mit tudom én, mondjuk valamilyen halucinogén drogot adnak az ott lévőknek. Ilyen is van. Hát, hogy ilyen halucinációik jöjjenek létre. Hogy mit tudom én, ezáltal vissza tudjanak menni a, mondjuk az előző életükbe. Érted? Hogy könnyebben vissza tudjanak menni. Na most nem tudom, te úgy magadtól mennyire emlékszel az előző életedre? Tehát úgy magadtól. Mi az, hogy alig emlékszel róla valami? Hát nem emlékszünk az előző életünkre, nem? Tehát ugye szerinted véletlen? Nem véletlen. Na most, szerinted
te melyiket akarnád jobban hinni? Hogy egy alacsony rezgésű, gonosz, felsőbbrendű lények által jöttél ebbe a létformába, vagy mondjuk egy magas rezgésű, nem gonosz, hanem jó lények által lettél ebbe a létformába. Melyiket hinnéd szívesebben? Tehát az utóbbit, nem? De most, ha az utóbbit gondolod, ugye talán ez úgy is mondhatnánk, hogy neked jobb lenne, nem? Tehát jobb érzés is lenne. Akkor hát gondold végig, hogy vajon nekik, hát veled kapcsolatban mi az érdekük, hogyha az előző életedet teljesen kitörölték. Hát nyilvánvaló az, hogy ne emlékezz az előző életedre, nem? És ugye az nem véletlen, hogy az ember ne emlékezzen az előző életére, nem? Erre rengeteg ember azt keresi, hogy mi történt az előző életébe. Na most akkor ez így megkérdezném, hogy vajon ez a fentieknek tetsző dolog-e? Mikor te ugye azt akarod, azt hiszed, azt gondolod, hogy onnan tőlük indítva születtél le ebbe a létformába, kitörölték a tudásodat az előző életből, tehát gyakorlatilag nem tudod, ők így akarták, de te tudni akarod. Na most, hát nem tudom, most gondold végig logikusan. Hát akkor talán nem kéne tudni, nem? Hát ugye megmagyarázhatod, hogy azért akarod tudni, mert hogy a karma. A karma miatt. Na most ezért ugye felvilágosítanék ezzel kapcsolatban mindenkit, hogy ez úgy működik, hogy te az előző életedben tettél dolgokat. Ami azt jelenti, hogy nem fejeztél be dolgokat, illetve voltak ártásaid. Ezért bevállaltad azt, hogy ebben az életedben ezeket az ártásokat kijavítod, azokat a dolgokat, amit nem fejeztél be, azokat meg befejezed. Ezért beszülettél egy olyan családba, amely által olyanná válsz, aki azokat az élethelyzeteket létrehozza, amit neked ki kell javítani. Érted? Vagy be kell fejezni. Tehát nem más hozza létre, majd felnőttként, hanem te. De ahhoz olyan családba kellett beszületni, hogy azt a neveltetést kapjad, amilyenné váltál. Na most onnantól kezdve minden, amit ebben az életben tettél, az nem az előző élet miatt tetted, hanem az ez élet miatt. Nem tudom, ez világos-e. Tehát semmi köze az előző élethez. Mert nem lehet visszavezetni, mert azt az előző életet lezártad, le lett zárva teljesen egészében, és egy új életed lett. Egy olyan új élet, ahol beszülettél egy olyan családba, ami ilyennél váltál annak a család neveltetése miatt. Érted? És amilyenné váltál, olyan élethelyzeteket hoztál létre, illetve olyan élethelyzetekbe kerülsz be. Érted? Tehát, amikor azt keresed, hogy miért baltáztam elő most ezt a dolgot, akkor nem az előző életbe kell visszamenni, hanem ebbe az életbe. És megnézni, hogy ebben az életben mi miatt váltam olyanná, amilyenné váltam. És nem az előző élet miatt. Mert az előző élethez ebből a szempontból az élete világon semmi közöd. De az embereket tudatlanságba tartják azért, hogy ne ezzel az élettel foglalkozzanak, hanem az előzővel, érted? Tudod miért? Mert azt nem lehet megérteni. Az előző életet te nem fogod megérteni.
Ezt nem tudod megérteni, ezt az életedet tudod megérteni. Tehát csak annyit mondok, hogy nézd meg a neveltetésedet és a szüleidet, és érted az életedet. Ilyen egyszerű. Oké? Okay? Tehát nézd meg, milyen környezetben, milyen, hát most nem a területről beszélek, hanem a személyekről beszélek, hogy milyen személyek által nevelkedtél, és ezek nem a tanárok. Tehát a tanárok igen kicsi befolyással voltak erre a dologra. Ezek azok, akik neveltek téged, és akikkel együtt voltál. Például lehet olyan, hogy a testvér is hatott rád. Érted? És ez nem az előző élet. Tehát, hogyha te változtatni akarsz bármin az életeden, akkor nem az előző életedet kell megérteni, hanem azt kell megérteni, hogy miért lettél olyan, amilyen. Érted? És ha megérted, hogy miért vagy olyan, amilyen, akkor csak azt kell eldönteni, hogy milyenné akarsz válni. És ahhoz, hogyha az ember eldönti, hogy milyenné akar válni, na itt van egy másik nagy tévedés, hogy az emberek azt hiszik, hogy jó, akkor ezt tanulni kell. A tanulás csak az első lépés. Tehát először is olyan helyen kell tanulni, ahol nem csak elmondják azt, hogy mit kellene másként csinálnod, hanem azt is, hogy mi a módszer arra, hogy meg tud csinálni. Rá ez az egyik. Tehát ugye tanulni kell, és olyan helyen kell tanulni, ahol módszereket is adnak arra, hogy azt tudjad csinálni. De ez még önmagában kevés. Kell gyakorlás. Ha nem tudsz valamit begyakorolni, bocs, hogy ezt kell mondanom, cseszheted a tanulásod. Oké. Okay. Tehát kell gyakorlási terep. Tehát ezt, amikor én a szakmámat, az első szakmámat, az autószerelő szakmámat tanultam, akkor volt tanműhely. Ha nem lett volna tanműhely, azt sem tudtuk volna, mi ez, hogy motor mondjuk, vagy váltó. Érted? Vagy futómű, vagy fék. Tehát lényeg az, tehát részletesen nyilván. Tehát lényeg az, hogy kell valami tanulási olyan lehetőség, ahol az ember gyakorol. Most ezen gondolkozz el, hogy ha változni akarsz, akkor az gyakorolni kell. Most ki, mi akarsz gyakorolni? Magadon? Ha lehet magadon gyakorolni, megélsz még 100 000 problémát ebbe az életbe, érted? És akkor azon gyakorolhatsz, és akkor más dolgod nem lesz, csak a problémákat, a saját problémáidon gyakorolsz. Biztos jó, csak hogy ez nem lesz élvezetes, az volt biztos. Nem? Hát akkor mi a másik megoldás? Hát a család, hát kéznél van a család. Jó, hát akkor legyen a családnak 100 000 problémája. És mennyivel vagy előrébb? Semmivel. Ugye mi férfiak pontosan tudjuk, ha zaklatott a feleségünk, akkor az egész család zaklatott. Ez így működik. Ha zaklatott otthon az asszony, akkor mindenki zaklatott, kész. Na most, tehát, gondoljátok végig, drága hölgyeim, ha a gyerekeiteknek van problémája, akkor nektek nincs. Tehát az se jó megoldás, nem, hogy hát a problémákat akkor éljek meg a család. Mert te is a család része vagy. Hát akkor ki élje meg a problémákat? Hát nyilvánvaló, hogyha az ember élethelyzeteket akar kezelni, akkor problémákkal kell szembesülnie, nem? Hogy akarsz élethelyzeteket kezelni, ha nem szembesülsz problémákkal? Tehát meg akarsz oldani problémát, de sose találkozol vele. Hogy fogod megoldani?
Sehogy. Érted? Ez olyan, mint hogy hát megtanultam elméletbe az autószerelés, lehol az az autó? És akkor ott állna az ember bágyún. Most mihez fogja ebben kapcsolatba? Érted? Tehát gondold végig, hogy fogsz gyakorolni. Ezért van olyan, hogy ugye itt tanulnak emberek. És akkor azt gondolják, hogy majd ők a később tanulóknak segítenek. Igaz, hogy semmi köze hozzá, semmi. Az ég adta a világon, nem is az ő, nem is ő hozta, csak itt találkoztak. Majd megbarátkozunk, azt majd tanácskol, adok neki tanácsot. Tehát sokan ezt gondolják, akik itt tanulnak. Ezt mi úgy hívjuk, hogy keresztvonal. Keresztvonal! Tudod, ez olyan, mint mikor valaki éppen összeveszett a párjával, mondjuk férfiként, és akkor egy másik nőtől kér tanácsot. Nem tanácsadó nőtől, hanem csak egy másik nőtől. És akkor hirtelen így nagyon elkezdik egymást megérteni. És akkor rájön arra, hogy hát én jobban megértem magamat, mint a feleségemmel. Hát nem, ő vele kellene inkább élni. Már ez a keresztvonal, tudod. Tehát ugye, ha jobban megnézzük, a kibicnek semmi se drága, nem? A kibicelni lehet. De most megint hol a csere? Tehát hol a csere? Tehát valahogy hiányzik a csere ebből a helyzetből. Tehát ki mit tesz azért, hogy gyakoroljon? Hogy legyen saját gyakorlási terepe? Ez a kérdés. Tehát megint ugyanott tartunk, mint az imént mondtam, a tettek. Persze én tudom azt, hogy sok ember csak úgy létre akarja hozni, hogy mentálisan rá gondolok, és akkor majd úgy létrejön minden. Tehát nem kelljen csinálni lehetőleg semmit. Tehát egy ilyen világot élünk. Hát nézd meg, sokkal több a lusta ember itt Magyarországon, mint a nem lusta. Sokkal több. És ez nem így volt. Tehát elérték, hogy az emberek lustára váljanak. És akkor ez legyen, hogy hát majd lesz valahogy, tudod, mert megoldódik úgy magától. Hát nem tudom, az életedben mi oldódott meg magától. Emlékszel olyanra, ami magától megoldódott? Mert én nem emlékszem az életemben. Semmire, ami magától megoldódott. Tehát ha nem tettünk érte, nem oldódott meg. Persze lehet olyat csinálni, hogy hát hagyja az ember. Csak előbb-utóbb az a dolog fejére nő, tudod. Tehát valahogy ott magában megnő a dolog. Ha az ember nem foglalkozik vele. De szóval lényeg az, hogy gondold végig. Hát kell mindenkinek egy olyan lehetőség, ahol gyakorolhat. Ha nincs gyakorlás, hogy a fenébe fogod begyakorolni a tudást? Gondold végig. Tehát én nem fogok neked csinálni csapatot. Neked kell megcsinálni. Érted? Ha én létrehozok csapatot, azt nem neked hozom létre, hanem magamnak, hogy én gyakoroljak. Érted? És én ezt meg is csináltam. Sőt, csinálom folyamatosan. Tehát, most gondold végig, mi a jó?
az, hogy van valamilyen területen gyakorlatod, vagy nincs, nincs gyakorlatod? Hát nyilván az a jó, ha van, nem? És akkor lehetne azt mondani, hogy jó, de hogy kell létrehozni csapatot? Megvan mindenre a módszer. Sőt, azt is meg tudom mutatni, hogy hol a módszer. Jó? Tehát szóban, videón és írásban is. Ott vannak a módszerek leírva. Tehát, ha az embernek van egy kisebb csapat, akkor kis gyakorlási lehetősége van. Ha van egy nagyobb csapat, a nagyobb gyakorlási lehetőség van. Hát de miért kell csapat? Mert miről beszéltem az elején? Az ember és az élet működése, és ugye azt kell elérni, hogy az emberek, tehát arra az útra kell lépni, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát az az útunk, hogy elérjük, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Ezt az utat tapossuk. Gyertek utána ezen az úton. És én azt látom, hogy egyre képesebbek azok az emberek, akik tesznek azért, hogy képesek legyenek, egyre képesebbek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Hát ezért születtünk, hogy szeretetben, békében és boldogságban tudjunk élni. Tehát az előző életedben nem fejeztél be dolgokat? Most is úgy akarod csinálni, hogy nem fejezel be dolgokat? Az előző életedben elrontottál dolgokat. Most is úgy akarod, hogy ebben az életedben is elrontasz dolgokat? Hát miért így kellene? Miért ne lehetne úgy, hogy haladjunk együtt afelé, hogy egyre szeretetteljesebb, egyre békésebb és boldogabb életet tudjunk élni. És ebben segítsünk másoknak. Szolgáljuk mások javát. Hogy mások is képesek legyenek erre. És nem önző módon, hanem önzetlenül. És akkor most gondold végig, te dolgozol valahol. Valahol pénzt keresel, nem? Ha már nyugdíjas vagy, akkor nem, akkor kapod az államtól. De mindegy, akkor próbáld vele képzelni más helyzetébe, aki dolgozik. Tehát dolgozik valahol. Hogy az a munka, amit végez, azzal milyen jót szolgál, milyen jó célt szolgál, az egy más kérdés. Mert ugye egy munkával nem elég jó célt szolgálunk, akkor nem pozitív energiákat hozunk létre, hanem negatívat. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Most gondold végig, ha az emberek javát szolgáljuk, és mondjuk abból lenne a megélhetésed, hogy az emberek javát, nem holnap, hanem a jövőben valamikor, hogy az emberek javát szolgálod, az mennyivel... Tehát melyik a tisztességesebb? Az a foglalkozás, amit most űzöl, abból keresni pénzt, vagy abból keresni pénzt, hogy az emberek javát szolgálod. Hogy az emberek egyre boldogabban, szeretetteljesebben, békében, békésebben tudjanak élni. Egyre jobban bánjanak egymással, magukkal, az életükkel, az élettel. Hát most melyik a tisztességesebb pénzkereset? Érted? És ugye beszéltem a cseréről. Az emberek javát szolgálod, és cserébe biztosítva lesz a megélhetésed. Mi ebbe a tisztességtelen? Van egy olyan, hogy mennyei proféciák. És ha megnézed a mennyei proféciáknak a mit tudom én, hanyadik, nyolcadik vagy kilencedik pontját, fönn van a weboldalunkon egyébként, akkor
látod, hogy benne van a múlt, a nagyon múlt, és akkor így jövünk a jelen felé, benne van a jelen, ezt ilyen sok száz évvel ezelőtt csinálták ezt a proféciákat. És akkor benne van a jövő, és a jövő arról szól, hogy az emberek egymásnak átadják a tudásukat. Ez nem a jelen, ez a jövő. Érted? És az emberek tevékenységének nagy része arról szól, tehát azzal foglalkoznak, hogy átadják az ismeretüket a többieknek. Érted? Jó, lehet, hogy ez most egy új dolog. De mi már a jövőt építjük. Tehát mi már azt csináljuk, amiben a jövő, ami a jövőben foglalkozása lesz a többségnek. Érted? Persze tudjuk jól, hogy minden úgy működött, hogy kezdetben, ami létrejött, egy új találmány, vagy egy új szakma, vagy bármi, hogy először furcsán néztek rá. Ugye ezt 10 évvel ezelőtt kezdtük, ezt a területet, azért közel se nem néznek ránk olyan furcsán, mint akkor. Érted? Illetve 9, nem 10 éve. Tehát 2010-ben. Tehát keresünk olyan embereket, akik nyitottak arra, hogy létrehozzuk közösen egy olyan fajta létformát ezen a bolygón, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ezt úgy hívnák, hogy aranykor. És akkor ez biztosítja azoknak a személyeknek a megélhetését is, akik ennek a szervezésében részt vesznek. Tehát nem csak a tanulásában, hanem a szervezésében részt vesznek. No, hát hogy mint merre, meddig néz körül egy kicsit a weboldalunkon, vagy kérdezgesd meg a ajánlottól, hogy hogy van ez. Egyébként a spirituális képzések, vagy a szellemi képzések nem olcsó mulatság sehol. De a semmilyen képzés nem olcsó mulatság. Itt a képzések úgy vannak kialakítva, hogy bárki által megfizethető legyen. Tehát nem óradíjas, de ha óránként óradíjra visszaszámolnánk, akkor ha nem mondja nekem valaki azt, hogy a 330 forint az pénz óránként képzésekért. De az se, hogy 660 forint pénz képzésekért. Az első hónapban 660 forint óránként, és 30 óráról beszélünk, és a második hónaptól 330 forint árgaranciával, ha ezt a kedvezményt kihasználod. Ha nem, akkor minden esetben dupla pénzről beszélünk. Jó, tehát lényeg az, hogy mondják például azt, hogy mi nem adjuk ingyen a képzéseket. Kipróbáltuk az ingyen képzést, kipróbáltuk az alacsony díjas képzést, és rájöttünk arra, hogy az emberek számára, ami ingyen van, annak nincs értéke. Ami meg olcsó, az olcsó. De ez még mindig megnézed, még mindig olcsó. Tudod, mi itt a veszteni való? Mert az embereknek most nincs veszteni valójuk, ha abba hagyják. Az, hogy a PPH-t és azon belül a Nyílt Akadémia képzéseit az emberek olyan lehetőségként kapták, hogy még egyszer nem fognak ilyen lehetőséget kapni. Tehát ezt úgy is lehetne mondani, hogy a fejlődéséhez az egyetlen és utolsó lehetőséget kapta. És ez egy olyan terület, hogyha ezt megnézzük, hogyha így záró gondolatként a lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menni. Ezen az úton nem lehet megállni, vagy lelépni róla. Mert mindenféle
nehézség és zaklatottság fogja hatalmába keríteni az illetőt. És ha valaki nem veszi észre a lelki fejlődésének a szükségességét, a szellemiség és a teremtő szerepét az életében, tehát karokkal hívja be magához a rosszat, ami csak létezik. Jó, úgyhogy csak röviden ennyit erről a dologról, így befejezésként. 20 perc szünet után leszoktató coach képzésünk lesz, ami azt jelenti, hogy a szenvedélyekről leszoktatás. Hát ma nagyon kevés olyan ember van, akinek valamilyen szenvedélye nincsen. Hát nagyon kevés. Tehát a többségnek valamilyen szenvedélye van. Nézz körül. És a szenvedély, hát ugye arra azt szokták mondani, hogy ez egy betegség, hát nem betegség, egy állapot. De a szenvedély az komoly problémákat idéz elő az ember életében. Tehát ilyen-olyan formában, most nem akarok erről sokkal többet mondani. És hogy az ember szenvedélymentes legyen, tehát szenvedélyektől mentes, ami nem azt jelenti, hogy ne legyen szenvedélyes, csak ne legyenek szenvedélyei. Tehát, hogy az embernek ne legyenek szenvedélyei, az fontos lenne, mert a szenvedélyek problémát, illetve problémákat okoznak az életben. Tehát minden szenvedély problémát okoz, csak a nem mindegy, hogy milyen mértékű, természetesen, tehát nem egyforma mértékű problémát okoznak, de hogy okoznak, az hold biztos. És hogy ezekről a szenvedélyekről hogy lehet leszokni, vagy leszoktatni valakit, na most ilyen képzésünk kezdődik. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást és szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!